Szeretettel köszöntöm ezúttal is Bozsik Pétert, aki már több alkalommal is segítségünkre volt. Szervusz, szervusz, jó estét kívánok! A te várakozásaidat, hogyha röviden még megfogalmaznád. Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár a Fradira, de és itt utalnék a nézőszámra, mert én azt gondoltam, hogy teltház lesz ezen a mai találkozón. Én úgy gondolom, hogy sokkal több a szansa egy jó szereplésre, mint mondjuk a Liverpool vagy a Juventus ellen. Játékvezető Florian Meyer, aki ismerős lehet, de most itt vannak az összeállítások, nézzük ezt. Nos, ott van Blazsek kapus természetesen, például hasonlót, mint amit a Győrben produkált a Ferencváros. Zavacki a középpálya jobb oldaláról bekerül középre, helyén Bukmir játszik majd, és tulajdonképpen Rósa és Zavacki viszonylag szabadon szervezhetik majd a játékot. Elő pedig Wagner és a Leandro. Wagner gyakorlatilag biztos, hogy ezúttal sem fogja még biztos társulni a 9 csík van rajta elől összesen, és egy nagyon-nagyon modern ez. Ráadásul vízájához, hogy Poborski elveszítette a fejét, és lefejelte az ellenfél egyik játékosát, de csak sárga lapot kapott, pedig ki kellett volna állítani. De most nézzük inkább a mi akciónkat. Wagner a 16-oson belül lágyan beemeli a túloldalra. Kifejelik azonban a védők. Lipcsei emeli föl a labdát, ez hosszúnak tűnik. Pedig igen, ezt próbálták a Győr ellen is, és utána nyilatkozta Zavacki Gábor, hogy ugye a középpálya jobb oldala az nagyon kötött poszt, és ezért hát sokszor nem tudott játékba avatkozni. Kicsit szétszakadt a csehek csapata, és mehet Zavacki. Rósa jön középen, Zavacki pedig még át is tette a jobb lábára. Egyből lövik vissza. Poborski, hol a védelem? Poborski még. Nem volt le, Szűcsér hozzá szöglet. Na most egy picit összekavarodtunk, egy nagy helyezkedés természetesen odabent. Poborski pedig a kapura lőtte, de fölé csavarta egy jó méterrel. Kinek odabent, miközben Florian Meyer is mutatott Poborskinek, hogy várjon, és most engedi elvégezni a szabadrugást. Wagner védte le azt a területet, és a labda szerzésnél ezáltal őt tudták a jobb oldalon elindítani. A csehek egyébként végül nem lettek, vagy ezt az elején említettem, 350-en, talán olyan 150-en, maximum 200-on lehetnek, ez viszont nem lesz. Wagner itt az egy helyzetből egy, és belövi, és belövi, és belövi. Ez a jó csatár, kérem szépen, aki egyszer kerül helyzetbe, és belövi, vezet a Ferencváros Wagner góljával. Hát összejött a hazai pályán kontrajáték, amire egy kicsit rá is kényszerültünk persze, de hát sikerült megoldani, sikerült Wagnernek egyszer kilépni, ugye a Győr ellen nagyon gyorsan, villámgyorsan lőtt két gólt, egy ilyen kapu előtti csordogálót, meg egy szép lövést, és elfekteti Blazsek kapust, és utána gyönyörűen helyezi a hálóba. Na megtört a jég, egy picit visszajöhet az önbizalmunk, vezet a Ferencváros, nagyon-nagyon hibázott, Jirzsi Homola mellette ment el a labda, és Wagner végtelenül higgadtan oldotta meg, nem lőtte a kapust. Lejjen, Poborski húzza meg a jobb oldalon. Huszti mellett gurítja el a labdát. A második csel is jó. Húha. Meleg volt, mert Rósa segít be a védekezésbe. Zelenka rossz a lő. Hát lehet, hogy a kifejelt labdát próbáljuk majd megjátszani. Hát úgy legyen. Gyepes, ott tartott a kapics, és a felső lécen megpattan a labda. Ez nem volt sikeres, viszont most figyeljünk a kontrára. Hukmér helyére be kell segíteni. Lipcsei érkezik. Poborski a másik oldalon, visszapasszolja rossz helyre szerencsére. Poborski. Júj! Ezt remélem, hogy jól... Jelentősége. Hát te is legyen egy különösebb jelentősége. Az, hogy nagyon nagy csata van elsősorban a középpályán, azt mutatja rengeteg szabálytalanság is. Na meg persze a játékos is időnként egy kicsit keményebb kezű. Talán a kelleténél szerencsére ott a mez visszahúzást nem látta, de hát ugye ez benne van a játékban, a játékvezető. De nem ő lövi, hanem Huszti. Ez sem nem volt jó. Tartani jön vissza Zelenka, aki odaadta Leandrónak, Zavacki kilépett a labdával, jön Blazsek. Hú, de jó ütemben jött ki Blazsek. Nagyon rosszul talált előre, és még a kapu balog lövi rá. Ez már azért látszott, hogy nem fog menni. Így van, tulajdonképpen mindenki melegít. Szívok, lepattan a labda, baj van, les. Csak a földön kézzel próbálta megtartani. Tovább engedte, pedig úgy nézett, hogy Rósa sarkon rúgta az elefelet, ez viszont les. Zavacki volt közösen a jelentésében. Nézzük csak. Hát ez annyira nem volt les, hogy az hihet. Gyakorlatilag majd, hogy nem ugyanonnan.
végezhetünk el most szabadrugást, de Tőzsér lövi, elmegy a lábak között, és millimétereken. Jó a szögletünk viszont. Rósa ismételhet, Blazsek kitolja a labdát, és bizony mentenie kellett Petrásnak, mert ott volt Zabacki, Blazsek, akit istenítettek. Csak bátran följönnek a kapu elé. Mekkorát kellett Szűcsnek védeni, Rósa fejeli ki az ismétlés, Szűcsön újra elpaskolja a labdát, szöglet. Bizony, a légtér az övék, meg Szűcsé persze. Az első védeni valója volt, komoly védeni valója volt Szűcs Lajosnak, leszámítva azt a lecsorgó labdát. Na nézzük, hát ez a szöglet már nem lesz annyira borzasztó, szivok, és ez is Szűcs. Kapura ment vissza. Itt egy hosszú előreívelés. Szivok csúsztatja, de ez nem lett probléma. Kovács viszont odaadja Tőzsérnek, mert hogy zavarta azért Vajevszki. Ott a beadás, elcsúszik a labda Zavacki lába alatt. Hát mi inkább tudunk veszélyt teremteni. Nem túl sokat, de ez még mindig több, mint amit az ellenfél csinál. Szöglet. Kaptant a sorfalon. Vissza akarta lőni a rövid orcik, majd Penks a Zavackinál, mint amennyivel jobban, aktívabban Vajevszki Wagnernél itt az utolsó. Na, Meyer eldicsekszik azzal, hogy neki van órája. Ekkora bedobás Baloga, hogy azt már az első félidőben is mondta Kovács Kálmán a szünetben, hogy nem tudják, hogy ekkorát tud dobni, most megint meglepte őket. Tőzsér a kapuval szemben, ekkora passz lett volna. És mit? Tőzsér hagyja Vukmirnak. Vukmir indul meg, még mindig Vukmir, nem merték bántani. Vukmir íveli be, de kár, mert... A csehek meg magassági fölényben is. És most mind a kettő meglátszott, Kapi szerencsére megúszta izomszakadás nélkül azt, hogy ekkora luftot rúgott, másodjára pedig már kap indulni a Rósa lövi föl, ez biztos, hogy nem volt es, az asszisztensen fújja be, jön Blazsek, pehesen pattant a labda, mert pont Blazsek fejére jött. Tőzsér lövi rá, de hát addigra visszazár a cseh kapus, természetesen megvan. Jól valajos, jött ki, a plusz 3 perc letelt, Tőzsér lövi el, Tőzsér! Ekkorát védett Blazsek, te jó ég, majdnem sikerült bekiabálni. Már mi Tőzsérről beszélek, ő fogja elvégezni a szögletet. Talán még egy lecsorgóba bele tudunk piszkálni, most nyugodtan előre lehet menni, bár nem kockáztatunk, ez kétségtelen. Kifejeli a labdát Meduna, és a játékvezető most fogja lefújni, Kapics még visszalőtte. Rósa emeli fel a labdát, mindig nem fújta le. Les, vagy mit fújt? Alig, ha nem Les. De ebben a pillanatban lefújja magasban a ferencvárosi kezek, és magasban a nézők kezei is tapsolnak, hiszen a Ferencváros egy hihetetlenül jól szervezett, nagyságrendekkel jobb játékkal, mint egy héttel ezelőtt. 0 arányban megverte a Sparta Prágát, és bizakodva várhatjuk a visszavágott. Péter, egy rövid értékelés tőled. Hát tulajdonképpen azt tudnám megismételni, amit az előbb elmondtam. Én egy picit kevesebbet kaptam a csehektől, viszont sokkal, de sokkal többet a Fraditól, mint amit elvártam, vagy gondoltam volna. Én is úgy érzem, hogy a Fradinak komoly esélye lehet a, még mondjuk ki a továbbjutásra, bár hát ne vonjunk le azért messze menő következtetést egy mérkőzésből. De elismétlem azt, amit az előbb is mondtam, hogy én nem láttam semmi olyat a csehektől, amitől meg kéne ijedni, és amitől félni kéne, hiszen jószerűvel helyzet nélkül hozták le ezt a mérkőzést. A Ferencvárosnak pedig független attól, hogy nem mindig tudta az akaratát rákényszeríteni a csehekre, de a Ferencvárosnak sokkal több lehetősége volt. És én úgy gondolom, hogy ez az 1-0-es győzelem ez mindenképpen reális, sőt, én azt éreztem a második félidőben, ott a vége felé, hogy még egy gól lett volna ebben a mérkőzésben. Hát így van, és Tőzsér szabadrugásánál nagyon-nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy még egy gólt tudjunk szerezni. Én igazából egyetlen egy szegmens láttam, amiben jobb volt az ellenfél, és az a levegő. Azt, a feljátékot egyértelműen jobban játszották nyilvánvalóan, hiszen sokkal magasabb a csapat. Igen, de igazából nem tudtak bele profitálni, tehát nem éreztem a veszélyét, hogy ők ezt ki tudnák használni. Hát nyilván, hogyha a Fradi nagyon a kapuja elé húzódik a visszavágón, akkor több beívelés lesz, és ezáltal több múlhat majd a feljátékon. De hát azt el lehet kerülni, hogy oda szögezzenek minket a kapunkhoz. Nézzük a lassítást, hogy melyik helyzetet látjuk. Ugye ez az a előre vágott labda, amire ügyesen ment Pengsa, csak pont rossz hívben pattant a labda, és Pengsa ki tudta fejelni. Szűcs Lajos meg közben Lasztikat, vagy Lasztik fog kirúgni a nézők közé, vagy odaadja valakinek. Nem tudom, egyelőre egy kicsit zrikálja a szurkolókat, aztán odaadta, kinézett magának egy gyereket, nem is tudom, nem, egy kis, egy hölgyet nézett ki magának végül is.
No, hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen örülhetünk, hiszen azért most egy komoly csapatot látott vendégül a Ferencváros, és valóban kiderült az, hogy ha bár ugye a Sparta Praha 27. a klub ranglistán, és a Ferencvárosok a 83. Ez egyáltalán nem látszott, sokkal inkább az látszott, amit František Straka is mondott, tehát az elefő